Riportműsor a Kossuth Rádióban Farkas Erikával. Mindjárt megérkezünk mai helyünkre, Bócsára, ahova egy gödbócsai levél irányított bennünket, de előbb egy rövid filmhíradós hangmontázs a későbbiekben gyakran használt valahai állami szociális szervezetről, az Oncsáról. Az Országos Nép- és Családvédelmi Alap ismét 38 sokgyermekes családot segített fedél alá. A debreceni telep házait Kádár Levente belügyi államtitkár... Az Ozmán Dulás idején megsemmisült Csongrád megyei Fábián Sebestyén községet az Országos Nép- és Családvédelmi Alap felépítette. Bótán, Borbély Macki Emil főispán szülőfalujában sokgyermekes családoknak a főispán kezdeményezésére épített 16 új oncsaházat adtak át. A Népjóléti Minisztérium ismét 23 szobás korszerűen felszerelt oncsaházat adott át az eddig baraklakásokban sínlődött dolgozóknak. Tehát ma Bács-Kiskunban kalandozunk egy faluban, aminek az Oncsához a program megalakulása 1940 óta sok köze van. Kezdjük el a Kályhától ezt a történetet, hogy mi Bócsa és hol van Bócsa. Bemutatom beszélgető társaimat, itt van Szőke Tóth Mihály polgármester, aki rengeteg ősre visszamenőleg bócsai, Fritma József nyugalmazott iskolaigazgató és Balázs Ferenc a Ne Felejts Népdalkör vezetője, és Káposzta úr fotóz minket, akinek természetesen elfelejtettem a keresztnevét, Káposzta Lajos, a Bócsai Hírek szerkesztője. Most átsétálok a polgármester úr mellé. Bócsa mióta Bócsa? Bócsa szállásaként 15. században jött létre. A török időkben teljesen elnéptelenedett ez a terület is. 1800-as évektől kezdődően koncentrálódott először a tanyavilág, és aztán 1906-ban település alakult ki, illetve a település szerkezet kezdetei megjelentek itt. Kellett ez? Tehát miért nem volt jó a tanyavilág? Egy csomó területen megmaradtak a tanyák. Alapvetően a koncentrált település, amit ma falunak nevezhetünk, ez pont a mai témákhoz kapcsolódóan alakult ki. Az 1940-es években több egymást követő évben árvíz pusztított a területen, és a tanyavilág egy részét sajnos megsemmisítette, és ennek következtében az állami oncsa program volt az, amikor 40 ház kialakult itt a mai település belterületén. Ezek tervezett utcákban tervezett egyenházak voltak. Most nagyon butának fognak minket nézni. Egész úton azon gondolkodtunk a szerkesztővel, hogy mi a csuda öntött ki. Mert ugye Duna-Tisza közén vagyunk, sehol, semmilyen cikkben nincs leírva. A Duna. Van a tanyavilág. Abból 1906-ban lesz egy község. Ez azt jelenti, hogy a tanyasiak elkezdtek bejönni? Ha a mai helyzetet tekintjük, akkor a településünk lakosságának az 55-60%-a lakik a faluban, és a maradék közel 40% pedig maradt külterületen. És azzal büszkélkedhetünk, hogy egy igazán virágzó, nem elnéptelenedő gazdasági, mezőgazdasági tevékenységgel, élettel megtelt tanyavilágunk van. Négy szép név nevezi a négy égtáj felé elterülő tanyavilágunkat. Ez Kisbócsa, Zöldhalom, Fischerbócsa és Hegyes. És itt fiatalokkal teli tanyavilágot látunk. Most mekkora a település? 1930-as lélekszámunk van, illetve óriási közigazgatási területünk, ez 9706 hektár. Jövök még magához vissza, most elmegyek itt egy másik korosztály közé üldögélni. Hát akkor ide jöttem az iskolaigazgató úr mellé. Mikortól lehet iskolacentrumként vagy egyházi centrumként értelmezni? Hát a Bócsának a 1906-os kialakulásával kezdődött meg a konkrét története, amikor is megkezdődött a betelepülés, megépült a községháza. Érdekességként hagyd mondjam el, hogy Vajda János volt földmérője ennek a vidéknek, Kiskunhalason dolgozott annak idején, és rengeteget írt Bócsáról, és akkor már elmondta, hogy a Bócsára betelepült nép, svábok, magyarok, egy igen aktív típus, akiknek nagy jövőt jósol. Ez a költő Vajda János. Azért álmodozott mindig a Mont Blanc csúcsairól, mert itt csak a síkot látta, és mérte. Az iskolarendszernek a kialakulása ekkor kezdődött két katolikus egyházi iskolával, a Fischerbócsai és az Öthalmi iskolával, majd a 30-as években teljesült ki az oktatási rendszer, amikor fölépültek a Knébelsz
Kisbeck iskolák, Bagi Bócsa, Gáspár Sori és Kisbócsa iskola, és színpadokat építettek, gazdagköröket. Megkezdődött tulajdonképpen a kulturális élet. Majd a háború megakasztotta a fejlődést, de háború után megépült a központi iskola 1954-ben. Tehát az Oncsa telep, amikor megépült, utána a háború miatt egy bizonyos pangás, majd az 50-es évek elején kezdődött meg a községnek a fejlődése. Az Oncsa telep az hol volt, a mostani Bócsa területén? Tulajdonképpen itt ülünk benne, ez az utca végig, egész a templomig, ez volt az egyetlen utca. Ennek négy kis kiágazása volt jobbra-balra. Mi az Oncsa? Ez egy rövidítés. Országos Népi Családvédelmi Alap. Itt Bócsa tulajdonképpen a 40-es évek elején kialakult árvízhelyzet hozta őket ide. A Dunának, meg a Tiszának itt van a vízválasztója. A Bócsa középső részébe, és ennek az árvíznek az idején a Duna víze itt akadt meg. Tovább a vízválasztó miatt nem tudott menni, és itt felszaporodott olyannyira, hogy épületek, melléképületek nagy számba dőltek össze ebben. Én gyerekként már emlékszem erre, 38-ban születtem. Következésképp ide valósít. Bócsai vagyok. A saját szüleimnek a melléképülete, emlékszem mai napig, ahogy dőlt össze, ahol a teheneket kellett gyorsan kivezetni. Ennek az árvíznek a következménye volt, hogy itt fölépült az Oncsa telep. Na most ennek volt egy másik összetevője is. Én 6 évig tanítottam Zsőthalomban, ahol az Orgoványi lőtérnek a széle van. Rengeteg emberrel beszélgettem, itteniekkel, Gödre elterepült emberekkel, és talán a legvilágosabb rege az, hogy akkori honvédelmi minisztérium fedőszervként hozta létre a Gödi Oncsa telepet. Ahova az árvízkár ürügyén telepített ki embereket, tudnélik titokba tartották a lőtérnek a kialakítását, és ezen a címen az ottani tanyákból telepítették át Gödre. Tehát azt mondták, hogy én most jót teszek veled, építek neked házat Gödön, hogy üres helyük legyen egy titkos lőtérhez. Így van, ez nem jelentett túl sok családot, talán 15-20 család volt, amit telepítettek. Ők viszont a rokonokat a továbbiakban vonzották, és néhány százra tehető a Bócsáról Gödre áttelepült emberek száma. Így foglalt el Bócsa Gödöt? Nem tervezi polgármester úr, hogy bekebelezi, annektálják Gödöt úgy, ahogy van? Az elmúlt években főként a Gödön található Göd-Bócsai baráti körnek köszönhetően látogatásokat teszünk Gödön, Göd-Bócsán, emléknapon, a gödieket pedig a mi híres születi felvonulásunkon látjuk vendégül. Úgyhogy a kilakult és a tervezett helyzet is baráti, nem hódítás. És akkor visszatérve a kulturális életfejlődésére, színdarab tanít. Bálak. Tehát minden olyan rendezvényt csináltak ezek a néptanítók, ami aztán az 50-es években, amikor kialakult a község, tulajdonképpen bevonzódott ide. A tanyán tanítók is behúzódtak, mert kezdtek megszűnni a tanyaiskolák. Talán ez kapcsolódik a nyitnikékhez is. Bizony, mindjárt beszélünk a nyitnikékről. Maga mindig itt tanított? Kalocsán végeztem a tanítóképzőt, 57-ben Bagibócsára kerültem, 4 évet ott tanítottam, 6 évet Zsőthalomba, elvégeztem levelezőn a matematika-fizika szakot, és úgy kerültem ide. Említi a nyitnikéket, mi is beszéltünk róla útközben, hogy a Magyar Rádió első helyszíni felvétele az éppen Bócsán készült, ez a felvétel nincs meg, de megvan az a beszélgetés, ahol arról beszélnek, hogy itt készült az első helyszíni felvétel. Ott volt? Természetesen, akkor voltam kezdőigazgató. Nyitnikék! Kisiskolások műsora. Vezeti Szabó Éva. Amikor gyülekeztünk a pagodába ez a beszélgetéshez, akkor megkérdeztem Szabó Évát, hogy tulajdonképpen mi, én Tóth Judit vagyok, Csérémet Lajossal, hogy tulajdonképpen mi miért jöttünk ehhez a beszélgetéshez. És akkor hát állítólag, amikor ez a műsor, talán az első, egészen első nyilvános műsor volt, akkor mi ebben szerepeltünk. Megmondom őszintén, hogy
Én nem emlékszem. Nem kell szégyenni, Judit, ha nem emlékszel. Nem, én nagyon emlékszem a vendéglőre, ahol vacsoráztunk. Igen, ahol, aztán most már emlékszem. Ahol együtt ültünk, ott Kati, Tiketten, Avril, én, Tarnai, nem tudom, ott volt-e már akkor Bolcsán. És fáztunk nagyon, arra is emlékszem. Igen, én most már emlékszem arra is, és arra viszont egészen biztosan emlékszem a tanteremre. Van igazi kis falusi tanterem. Nekem erről a bolcsai dologról az is eszembe jut, hogy emlékszel rá, Kati, hogy a Bánzoli volt az ügyelőd, aki hozzá van szokva ezekhez a fővárosi nagy felvételekhez, színház, vidám színpad, meg minden a pontos kis forgatókönyvével. Mi ott ügyetlenkedtünk a Havrillal ketten, ugye életünkben először voltunk kvázi élőadásban, és a Zoli meg a maga eleganciájával és precizitásával csinálta ezt az egész felvételt, és alig jött ki szó az embernek a száján, mert rettentesen tele volt izgalommal. És aztán még arra emlékszem, hogy utána, hát nyilván akkor tanítónénik lehettek, vagy akik ott szülők, esetleg elképzelhető, hogy gyerek. Hogy ne? Szóval az a szeretet teljesen visszajön. Nyitnikék. Itt ül velünk Balázs Ferenc, a Ne Felejts Népdal körvezetője is. Melyikőjük az idősebb? Nem akarom sértegetni, a maga sokkal fiatalabb. Én vagyok a fiatalabb. Hány évvel? 4-jel. Na jó, hát azért akkor az nem egy számottevő különbség. Egy iskolába jártak? Különböző tanyasi iskolába jártunk, de itt Bolcsán, igen. És amikor az iskola elkezdte a kulturális élet szervezését, akkor maga éppen hol volt? Én úgy gondolom, mindenben részt vettem. Az igazgató úr említette az előbb, hogy a kultúrcsoportok minden szerepben részt vettem. Már akkor megszerettem ezt a közösségi életet, ezt a nyüzsgést. Na most ugye mondtam már többször, ugye mindig én jövedben az autóban olvasom a településről szóló tananyagot. Rábukkantam valamire, amit nem értek. Végig arról van szó, hogy citerások kötődnek a település történetéhez. A sok-sok citerából hogy lett egy népdalkör? Külön váltunk mi. 2000-ben én alakítottam egy zenekart. Egy citer a zenekar? Nem. Harmonika, hegedű, tehát a hagyományos zenekar. Akkor nyomon vagyok a népdalkör tekintetében, de akkor kik a citerások? Vagy ellenség, és nem mondja el? Nem, az egy külön, most már úgy tudom, két citer zenekar működik Bolcsán. Polgármester úr a leghajlékonyabb, hajoljon közelebb. Óriási büszkeséggel telít el a helyi kulturális életben az a tény, hogy most már kettő citer a zenekarunk van, egészséges rivalizálással tekintenek egymásra. Jövök vissza a népdalkörhöz. Szóval, kik énekelnek a népdalkörben? Ketten vagyunk, én idős, meg van egy fiatal férfi, még is van 6 hölgy, tehát 70 év körüli korosztály. Mindent éneklünk. Nagyon szeretjük a katonadalokat, szeretjük a népdalokat is természetesen. Most próbálgatunk egyházi énekeket is. Környékbeli településekkel összejárunk. Mi nem bejegyzett népdalkör vagyunk, csak ilyen hobbi szinten. A dal szeretete hozott össze bennünket. Én úgy gondolom, hogy ez a gyógyszertől többet ér. Balázs Ferenctől egy kazettán kaptunk illusztrációt, belehallgatunk tehát a felvételbe. Megyek a kollega úr mellé, és lassan elindulunk a következő helyszínre, a tájházhoz. Káposzta Lajos, a helyi lap szerkesztője és helytörténész. Olyan érdekeset mondott itt, amikor éppen ki volt kapcsolva a mikrofon. Szamizdat kiadványokat kutatja a szomszédos Zöldhalmon. Ez egy régi történet, ami a nép ajkán ilyen és olyan formátban megvolt. Valaki mondta, hogy Zöldhalmi nyomda, valaki mondta, hogy Demszkijék tanyája, valaki mondta, hogy SZDSZ-es csapat, valaki úgy mondta, hogy budapesti értelmiségiek jöttek ide. Utána jártam, hogy mik ezek, és jöttek a nevek. És tényleg itt volt a nyomda? Igen, a 80-as évek közepén itt is működött az a szamizdat nyomda, ahol többek között a beszélőt is nyomták, és igen, Demszki Gábor, Kőszeg Ferenc, Hodosán Róza, és még többen jártak ide rendszeresen, mégpedig egy Somogyi László nevezetű emberhez. A tanya ugyanis egy fehérvári származású, tehát nem bocsai, család birtokában volt. Ők lovagoltak
oktatással foglalkoztak, és ezek a úgymond pesti fiatal értelmiségiek lovaglási ürüggyel jöttek ide, néha másik autóval, mint amit a rendőrség figyelt vagy megszokott. Konspiráltak. Teljes mértékben krimi, tehát ahogy nekem egy rövidesen megjelenő riport cikkemben maga Hodosán Róza elmondja, tudták, hogy amelyik autón CB rádió van, vagy hárman, négyen ülnek benne és mögöttük mennek, az nyilván titkos rendőrségi jármű. Maga idevalósi? Én Solcvatkerti vagyok, innen 5 kilométerre élek. Bocsáról akkor, mint kívülálló és bévülálló is. Mi a véleménye? Ahogy mi bejöttünk, én úgy láttam, hogy éppen most virágzó fázisában van a település. Ugye új a községháza, vagy újnak látszó. Itt a falu gazda központ is. Tehát milyen Bocsa? Polgármester úr dicsérné maga, mondjon egy független véleményt. Független véleményem az, hogy település történetileg egy olyan település, ami 110 évvel ezelőtt alakult meg, és több fázisban vált azzá, ami mindenképpen egy különlegesség Magyarország település történetében. Lakosságát tekintve heterogén, ugyanis voltak a svábok, nagy birtokosok. Már nem használják a régi nyelvet, viszont most mondok egy példát, épp egy sváb nevű ember az ő szorgalmával és céltudatosságával érte el, hogy adott tanya területre bevezessék a villanyt a 70-es években. Tehát ez a fajta nyomulás és temperamentum igenis ott volt. A lakosság más része érkezett a Jászságból, erre példa a Berényi, azaz, ahogy most mondják, Birinyi név, aztán vannak Szeged mellől ide rajzott emberek, és ezen kívül a környék településeivel van egy állandó lakosság csere, ami csak pozitívan hathat. Villanyáram Bócsa községben címmel készült 1976-ban egy riport. Ebből szól egy részlet, hogy tudjuk, akkoriban sem volt minden olyan egyszerű, ami ennek látszott. A mai Bócsa község tanyavilágában, ahol Déri János riportja készült, még pár hete is valósága volt az életnek a petróleum. 3 hétig reggelit és vacsorát adtam. Főleg nagyon szerették a túrós tésztát, meg a bablevest. Reggelire pedig meleg teját, tejafüvet és cukrot azt adtak hozzá. És akkor hát szalámi, szalonna, abát szalonna, töpörtyű, bundás kenyeret nagyon szerették, mert fiatalok voltak. Kaptunk egy levelet a rádióban, amely valahogy így hangzott, hogy Zöldhalom részen lakókat összehívták a Bolhasori részen. A tanácselnök közölte, a családok 3000 forint hozzájárulást vállalnak, hamarosan villamosítják a területet. Az oszlop kihordása után a lakóság is segített, még a szerelőknek is megfőzték minden nap az ebédet. Villany még sincs. A bócsai tanácselnöke Molnár Ferenc. Elnök elvtárs, mi történt itt Zöldhalomnál? 1975 folyamán a lakosság kérte, hogy a nagy tanyás területet villamosítsuk. A községi tanácsnak van egy tanyapolitikai terve, és ebben szerepel a tanyai lakosság életkörülmények a megjavítása. Természetes, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy a lakosság ilyen irányú igényeit kielégítsük. A 75-ös évre nagyon sok igény jelentkezett a községben, úgyhogy a DÁV kapacitása nem bírta olyan ütembe végezni, mint amilyen igényt mi bejelentettünk. Mi a lakosságot tájékoztattuk erről. A lakosság megértette, hogy december 31-re nem lesz, majd meg lesz 76. január-februárjában. Készen lett áprilisra a villamosítás. Ott meg akkor az volt a probléma, a műszaki átadásra meg lett hirdetve a terület. Az átvevő, egyben az üzemeltető is, olyan műszaki hiányosságokat talált a község részen, ami miatt az áramot nem tudta bekapcsolni és nem tudta szolgáltatni, érintésvédelmi hiányosságok voltak. Az átadást követően akkor meg olyan probléma volt, hogy csak 20 házhoz volt elegendő mérő. A kiskörösi DÁV azt mondta, hogy ha most 20 mérőt felszerelünk, 40 ott van, áram nélkül, illetve mérő nélkül, akkor azért fognak írkálni a rádiónak, meg a központi bizottságnak, meg csak az ENSZ-nek nem írnak. Ismerjük már az embereket. Egészségtelen türelmetlenség volt, semmi más nem volt. És akkor most vissza a jelenbe, vagyis majdnem. Egy igazi oncsaházban, a helytörténeti gyűjteményben fejezzük be a mai műsort, a tájházban. Na most az oncsaház úgy néz ki, kedves hallgatók, hogy van egy tornác, más néven Ambitus, és itt pedig egy emléktábla, Hulei Alfréd. Ki létrehozta ezt, készítette tulajdonképpen a gyűjteményeket, rendezte. Menjünk beljebb, kit látunk a fényképen? Ki ez az ismerős úr? Nekem is föl kéne ismerni, csak ugye a jelen kiváló arcmemóriámmal ez nem működik.
Nikolász Sárközi. Mondom, hogy föl kéne ismernem, csak nincs arcmemóriám. Akinek a család nevében hivatalosan és Sárközi de Nagybócsa franciásan, és Nagybócsai Sárközi a hivatalos anyakönyvezett családnevük. Akkor ide valósi a fiú. A családnak Kecskemét mellett itt voltak birtokaik. Járt itt Sárközi elnök? Igen, a 90-es években járt itt. Jó, hát akkor nyilván a francia nyelvű kitett labban is lehet egy olyan írást találni. Már látom is, amelynek az a címe, hogy a Lótros Sárközi, ez az a másik Sárközi. A magyarországi falujában készült riportunk, írja a Illustre című francia lap. Nézzünk itt szét. Ugye ez olyan helytörténeti gyűjtemény, amelynek középkori, kőkori, újkori részei vannak. Ezeket kikásták ki? Hát itt Bócsa területén elég sok ásatás volt, az úgynevezett templomdom, ami az eredeti Bócsa szállás nevű településnek volt a középpontja. Erről a templomdomról a 30-as években már készítettek különböző gyűjteményeket, amit a Hullei összegyűjtött, és itt rendszerezte, ezek is a templomdom környékén talált különböző leletek. Különösen híres az itt talált kereszt, ami a Nemzeti Múzeum kezelésében és a tulajdonában van. Na most, ha ebből a gyűjtemény részből, tehát a belépő részből átmegyünk a tényleges helytörténetbe, ott meg lehet-e mondani, hogy mi az, ami valójában bócsai? Hiszen minden falu csinál magának egy helytörténeti gyűjteményt, és ezek a helytörténeti gyűjtemények laikus szemmel nézve nagyon hasonlítanak. Ezek tulajdonképpen a parasztembereknek a használati tárgyai. Az ide költöző emberek az összes környékbeli falukból, településekből hozták magukkal ezeket az eszközöket, tehát a rokkától kezdve az edényekig, ez mind ilyen. És akkor itten vannak a teknők, a kenyérsütőnek a eszközei, akkor a szántáshoz használt eszközök, és élő ember már ezeket a szavakat nem tudja visszakövetkeztetni. Nem, biztos. Fiatalok valóban ezeket már nem ismerik. Ez kivételesen valójában egy olyan műsor, amiben a szó klasszikus értelmében továbbadja a szót a gödbócsaiaknak. Na most bőzenjen már nekik valamit, hogy hogy őrizzék szívükben a bócsaiságot, ha is egyáltalán őrizzék. Hál' Istennek nem kell felkérnem, vagy felszólítanom őket erre, hiszen nagyon élő családi és baráti kapcsolatok kötik össze a két települést még most is. Nagyon örülök annak, hogy az elmúlt évtizedekben megmaradt ez a kapcsolat, és az elmúlt néhány évben a göd bócsai baráti körnek köszönhetően, illetve itt helyben Bócsán Kiskopádi Lajosnak köszönhetően új erőre kapott és intézményesebbé szervezettebbé vált ez a kapcsolat. Maguknak vannak ott rokonaik? Senkinek a három úr között? Én úgy vittem volna, hogy János bátyád üzeni Pista, hogy így áll egyet az egészségére, vagy valami. No hát, üzenetet nem viszünk, csak a polgármester úr szavait, amelyek a megtartásról szólnak. Kedves hallgatóink, elköszönünk a helytörténeti gyűjteménytől, és még a mai napon tovább megyünk Gödbócsára, azt az adást majd egy hét múlva hallgathatják meg. Itt a helyszínen a hangmérnök Orosz Péter volt, a szerkesztő Pálfi Balázs, a gyártásvezető Rubin Gabriella. Telefonszámunk 328-7170, e-mail címünk a helykukac. radio.hu, ott vagyunk a Facebookon fotókkal, és meghallgathatják adásunkat a megújult mediaclick.hu felületen. Rádiózzanak továbbra is a Kossuthon, jön a vendég a háznál, szép napot, Farkas Erikát hallották.